Sziasztok! Köszöntelek titeket itt az Ansnittben. Tegnap kitaláltunk egy spontán programot, amit ma meg is valósítunk. Gondoltuk, hogy elmegyünk most, és belföldön kirándulunk egyet. Egy ilyen lightos kirándulást gondoltunk, egy ilyen romantikus városnézést, és valami nagyon különleges helyet találtunk, nem is egyet, kettőt, ahova el fogunk a mai napon látogatni, és igazából egyik helyen sem voltam még, és egyik helynek a történetét sem hallottam ez idáig, pedig higgyétek el, hogy nagyon különleges és nagyon izgalmas lesz, úgyhogy itt is vagyunk már az első helyszínen. Vagyunk Székesfehérváron, méghozzá a Bory váránál. Bory Jenő építette ezt a várat, és ezt hívják, képzeljétek el, én nem is tudtam, Magyarország Tádzs Mahaljának, Székesfehérvár Tádzs Mahaljának, ugyanis Bory Jenő elsősorban a feleségének építette ezt a várat a saját két kezével, mert hogy ő építészmérnök, és 1923-tól egészen 1959-ig, tehát a haláláig, élete végéig dolgozott ezen a remek művön. Ő itt Bory Jenő, és ő pedig itt a gyönyörű felesége. Európa szerte ismert ez az épület, mint az örök szerelem szimbóluma, és még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint a világ egyik legnagyobb olyan épülete, amely végül is egyetlen egy embernek a kezemunkája, és azért ez nem semmi. Évfordulójukra készül. Összefőttünk, fortunk, összenőttünk, pláne alkotunk csak egyet, egyek vagyunk végleg. Bámulatos, tényleg bámulatos. De mikor építesz nekem egy várat? Hát én ma gyufaszából tudok neked valamit építeni. Szeretnéd, hogy építsek neked valami hát szépen? Hát valamit azért kéne frikkenteni, nem gondolom. Jó, akkor csinálunk valami modernebben. Bár ez is nagyon szép. Szóval nem kapok várat. De kapsz várat. Kicsit édes, szép kis várat fogsz kapni. Hát valamit, egy egész várat építettek neki. Épített saját kezével. Kellett nekem ide elhozni. Semmit kapok. Te mit fogsz alkotni? Én maradandót. Következő célállomásunk az nem más, mint a tapolcai Tavasbarlang, ahol csónakázni fogunk. Ez 1903-ban fedezték fel a barlangrendszert, és ez az első olyan barlangrendszer, amelyet villanyvilágítással láttak el, és amely lakóépület alatt található, és amely csónakázható is. Nálunk a Tapolcai Tavasbarlang látható központban, a Csodálatos Karsz című kiállításunkon. A teljes program úgy fog kinézni, hogy végig fog sétálni majd 6 termen, ez egy bő fél óra, nagyon maximum 40 perc lesz. Ezt követi majd egy 10 perces 3D-s természetfilm, és ezzel lesz majd a fő attrakció, a csónakázás. Volt, hiszen sokkal több mindent kaptunk, mint amire számítottunk. Tehát volt benne, tényleg bementünk egy moziterembe, volt benne mozizás, 3D szemüveggel, egy nagyon izgalmas és érdekes földrajzi előadást kaptunk, és nagyon sok érdekességet megtudtunk a cseppkő és a mészkő képződésről, és igazából a víznek az erejéről és teremtő képességéről. Tehát tényleg csodálatos volt az egész. És pluszban ugye az egésznek a koronája, az pedig maga a csónakázás volt. Megtudtuk például azt, hogy kihalt a barlangi medve, a karfogó tigris, meg minden ilyen hasonló nagyobb állat és barlangi állat, és egyedül egy picike rágcsáló maradt életben, amellyel a mai napig lehet találkozni, mert neki volt egyedül annyi esze, hogy a meleg előtt észak felé vándorolt. Megtudtuk azt is, hogy 100 évente mindössze egyetlen 1 centimétert nő a cseppkő. Hogy kijöttünk, itt van rögtön nem messze a malomtó, és ebben a malomtóban rengeteg sok picike hal van, amelyet a helyiek csak csetrinek hívnak. Én természetesen úgy jegyeztem meg, hogy csiprim, mindegy. És ez a picike kis halacska az egyedül olyan élőlény, amely a kis apró járatokon keresztül át tud úszkálni a barlangi rendszerbe, a barlangi tóba, úgyhogy ha lehet, hogyha csónakáztok és találkoztok ilyen kis halacskával, és meglátjátok, és kívántok valamit, akkor lehet, hogy szerencsét hozhat nektek. Természetesen, ja, mert hogy láttunk, 2-t is láttunk, én felsoroltam az összes listámat, gazdagság, boldogság, ház, szerencse, egészség, 2-es ház, medencével, és ez persze jó hangosan kimondva, pont amikor már a vége felé jártunk a körtúránknak, vagyis az egész ott álló sorakozó emberhez hallotta. Igen. És utána mondta is a fiú, aki ott segíti ki be az embereket a csónakból, hogy hát igazából elég egyet kívánni, meg egyet szokás kívánni, és azt is magával, tehát nem hangosan, de én meg úgy gondolom, hogy ha kimondod, akkor az még erősebben fog beteljesülni, legalábbis én ebben hiszek. Na mindegy. Hát nagyjából ennyi volt a mai túránk, ilyen kirándulásunk, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszett, és sok-sok érdekességet tudtatok meg, illetve lehet, hogy ti is kedvet kaptatok hozzá. Tehát elindultunk Székesfehérvár, Bory vár, majd Tapolca, tapolcai barlangtó rendszer, és szerintem az utunkat azt így Badacsony vagy Tihany felé fogjuk zárni, ott megvacsorázunk, és utána irány haza Pestre. Úgyhogy remélem, hogy jó kis programötletet adtam nektek, és hogy tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra is, hogyha gondoljátok. Sziasztok!